Szeretettel köszöntök minden egyes nézőt, különösképpen titeket, kedves elsős gyerekek! Az én nevem Trufán Ildikó Rozália. Tanítónéni vagyok a Nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolában. A mai napon együtt fogunk barangolni Betűország csodálatos világában. Képzeljétek, gyerekek! Nem jöttem üres kézzel, magammal hoztam a mesetarisznyám. Ezt bármikor megszólíthatom, és bármikor elővehettek belőle egy mesét. A mai napra a mesetarisznyám egy népmesét adott. Ennek a mesének a címe a három dió. Helyezzétek magatokat kényelembe, és kérlek, hallgassátok meg figyelmesen a mesét. A három dió. Magyar népmese. Volt egyszer egy igen-igen szegény ember. Olyan erősen szegény volt, hogy a három árva gyermekén kívül egyebe sem volt. Még azokat sem tudta, mivel eltartani. Egy nap azt mondta nekik, na fiaim, vegyétek az utat elejtekbe, s menjetek ki, merre lát, mert én nem tudlak titeket tartani. Nincs mivel, mert én szegény ember vagyok. El is ment a három testvér, s mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három esztendő múlva itt találkoznak, és akkor meglátják, ki mit szerzett. El is váltak, elmentek ki merre. Mikor betelt a három esztendő, eszébe jutott a legkisebb fiúnak, hogy haza kellene indulnia. Ő egy öreg embernél szolgált, de olyan becsületesen szolgált, hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint ahogy mondták. Egy nap az öreg elé állott, és azt mondta, na, öreg apám, betelt a három esztendő, s immár el kell mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel. Amit megérdemlek, azt ad nekem fizetségbe. Az öreg ember fel is kelt, elővett 300 aranyat, 3 diót, letette az asztalra. Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből, de ha elveszed a diót, azt tiszta szívből adom. A fiú azt gondolta magában, amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja adni a diót, akkor azt veszem el. Mondja is a fiú, na maradjon békével, öreg apám, elveszem a 3 diót, mert azt tudom tiszta szívből adja, s ha élünk, még megtérek ide. Jágy békével, az Isten adjon szerencsés utat, de én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell térned. Ment a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a testvéreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, mutassa meg. Testvérei elővették a sok aranyat, ő pedig a 3 diót. Kezdték szidni a testvérei, hogy 3 esztendőt 3 dióért szolgált. Nem baj, ezt én szeretem. Nekem ez is jó, mert tiszta szívből adták. A testvérek elzavarták a kisebbet, hogy ne egyszerre menjenek haza, mert ha édesapjuk meglátja a 3 diót, nem állja meg szidalom nélkül. A kicsi bement az erdőbe, megvárta, amíg testvérei előre mennek. Majd ő is elindult utánuk. Mentében megéhezett, de étele nem volt. Egy kúthoz ért. Azt gondolta magában, ha nincs mit egyen, legalább igyon. De mi jön eszébe? Törjön csak meg egy diót, megeszi, arra csak jobban esik a víz. Elő is veszi a diót, de amikor megtöri, megrémül. Csorda jó kezdett kifolyni belőle, csengetjő a nyakukban, de annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni. Ej, gondolta magában, van mivel édesapámhoz hazamenjek? Elfelejtette a szomorúságát, étlenségét, csak mehessen haza. Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni belőle, s ökrök. Legutoljára egy szekér 2 szép ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a marhák, mintha parancsra tennék, olyan szépen ballagtak utána. Közel a házhoz eszébe jut a 3. dió is.
törjem csak fel ezt is, ne vigyem éppen haza. Abból meg egy világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, úgy megörvendett, az sem tudta, hol van. Mikor a másik két testvér hazaért, éppen csak megmutatták az aranyat, ki mit kapott, hát csak megérkezett a kisebb is. Egy eszten a jóval, egy csorda marhával, s egy szép leánnyal az ökrös szekéren. Megijedt a két testvér, mikor meglátták, hogy honnét kapta ő azokat, mert mikor elváltak, csak három diója volt. Ugye mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívből adták? Nem lehet, hogy az ember csak a pénznek örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden, amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok. Elindult a másik két testvér is, hogy megkeressék az öreget, akinél szolgált a kicsi, de sem az öreget nem kapták meg, sem ők nem tértek meg többet soha. Kisebb öcsük otthon maradt, és eltartotta édesapjukat is haláláig. S ő maga máig is él, ha meg nem halt. Még most is feji azt a nagy eszten a juhot. Remélem tetszett a mese. Most azt szeretném kérdezni, gyerekek, mi volt a mese címe? Már hallom is, ahogy válaszoltok. Igen, így van. A mese címe a három dió volt. Kedves gyerekek, ti szeretitek a diót? Biztosan igen. Én is nagyon szeretem. Miért szeretjük a diót? Azért, mert a dió finom. A dió nem is csak finom, ízletes gyümölcs, hanem bizony egészséges is. Tudjátok, gyerekek, a dió bél sok tápanyagot, vitamint tartalmaz. Egészségünk érdekében ajánlatos naponta 4-5 dió belét megenni. Ugyanakkor a diónak magas a zsírtartalma, ezért akár csak a napraforgóból, a dióból is olaj préselhető. A dió magas zsírtartalmáról te magad is meggyőződhetsz. Tegyél egy maréknyi őrölt dióbelet egy szalvétára. Hagyd ott, majd másnap megfigyelheted, mi történt. De térjünk vissza a mondatunkhoz. Mit mondtunk? Milyen a dió? A dió finom. Már is mutatom nektek ezt a mondatot. Vizsgáljuk meg ezt a mondatot. Bontsuk szavakra. Hány szóból áll ez a mondat? A dió finom. Igen, így van. Ügyesek vagytok. Ez a mondat három szóból áll. Most ejtsük ki csak a dió szót. Szótagoljuk. Tegyétek a kezeteket az állatok alá. Ejtsétek ki lassan, tagoltan a dió szót. Figyeljétek meg, hányszor nyitjuk a szánkat. Mondjátok velem együtt. Di-ó. Kétszer nyitottuk. Most bontsuk hangokra. D-i-ó. Pattintsuk le most az első hangot a szóból. D. Figyeljétek meg, hogyan képezzük a D hangot. Ejtsétek ki ti is. D. A levegő a torkunkból nem tud akadálytalanul kiáramlani. A nyelvünket a felső fogsorunkhoz szorítjuk, úgy sikerül kiejtenünk a D hangot. Tehát a D hang egymással hangzó. Nézzétek most, gyerekek, az alábbi képeket. Nevezzétek meg őket. Dió, medve, kard, delfin. Bontsuk őket hangokra. Majd kössük össze a megfelelő számú hangkarikákkal. Figyeljétek meg, hol halljátok bennük a D hangot. Jelöljük. Dió. D. I. O. Három hangot hallunk. Hol hallatszik a D hang? Igen, úgy van, a szó elején. Helyes. Medve. M. E. D. V. E. Számoljuk csak. 5 hangot hallunk. Hol hallatszik a D hang? Igen, úgy van, a szó belsejében, pont középen. Éppen a 3. hang. Kard. K,
a, r, d. Négy hangot hallunk. Hol hallatszik a d hang? Igen, úgy van, a szó végén. Nagyon jó, ügyesek vagytok, gyerekek. Nézzük a delfin szót. D, e, l, f, i, n. Hány hangot hallunk? Számoljuk csak. Hat hangot hallunk. Össze is kötöttük. Hol hallatszik a d hang? Igen, úgy van, jól gondoltátok, a szó elején. Éppen az első hang. Rendben. Nagyon ügyesek vagytok. Tudnátok-e mondani, gyerekek, egy olyan mondókát, amelyben többször előfordul a d hang? Nekem eszembe jutott egy, ami épp a medvéről szól. Figyeljétek csak meg jól. Akár dobbanthattok is egyet-egyet a jó meleg szobában, amikor a d hangot halljátok a mondókában. Fülej és dobbancs. Dír meg dörmög a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jobb most bent a barlangban. Nos, sikerült? Biztos vagyok benne, hogy igen. Ügyesek vagytok, gyerekek. Sőt, arról is meg vagyok győződve, hogy kitaláltátok már, melyik hanggal és betűvel ismerkedünk ma Betűország rejtélyes útjain. Igen, ma a d hangot, a d betűt tanuljuk. Nézzétek csak meg jól a következő képet. Kis nyomtatott d, nagy nyomtatott d. Figyeljétek meg, hogy a kis nyomtatott d betű a hasát balra dülleszti a szív felé. A nagy nyomtatott d betű pedig a dagadó kövér hasát jobbra domborítja a kéz irányába. Jól van, gyerekek! Most nézzük meg az előbb hallott mondók a szövegét, hol is vannak benne a d betűk. Dír meg dörmög a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jobb most benn a barlangban. Most olvassuk össze a d betűt más tanult betűkkel. Di, dá, de, du. Ád, áld, ad, add. Dió, diós, diók, diót. Pad, padod, padon, padot. Tedd, tett, tetted, tenned. Jól van, gyerekek, ügyesek vagytok. Most gyertek, végezzük el együtt a következő feladatot. Kösd össze a hasonlóan hangzó szavakat. Olvassuk oszloponként. Először az első két oszlopot. Véd, dél, adó. Tél, apó, vét. Most keressük meg a szópárokat. Véd, vét. Dél, tél. Adó, apó. Most olvassuk a következő két oszlopot. Dada, köd, vidd. Köt, tata, vitt. Majd ismét keressük meg itt is a szópárokat. Dada, tata. Köd, köt. Vidd, vitt. Rendben, nagyon ügyesek vagytok. Most olvassuk a következő mondatokat. Húzzuk alá, mit is kapott a Három dió című mesében a legkisebb testvér a szolgálataiért? Lássuk. A fiú lovat kapott. A fiú malomkövet kapott. A fiú diót kapott. No, mit kapott? Igen, jól gondoljátok, gyerekek, diót kapott. Alá is húztuk, így né. Emlékeztek-e arra, gyerekek, hogy köszönt el a legkisebb fiú a gazdától, akinél szolgált? Segítek nektek, azt mondta, maradjon békével, öregapám. Hát arra emlékeztek-e, mi volt a gazda válasza? Igen, így van,
Azt mondta, járj békével, fiam. Hát azt megjegyeztétek-e, hogy mennyi időt szolgált a legkisebb fiú a gazdánál? Igen, 3 évet. Úgy van, csak a mesében az év szó helyett az esztendő szót használtuk. A mesével kapcsolatosan már csak egyet kérdezek tőletek. Mi volt a mese befejező mondata? Megvan? Beugrott? Valóban. Még most is feji azt a nagy eszten a juhot. De mi az eszten a gyerekek? Az esztena a juhok ideiglenes nyári szálláshelye, ahol tavasztól őszig laknak. Most pedig nézzük meg a következő feladatot. Olvasd a következő mondatokat. A nevem Dini. Kedden diókat kaptam. A diókon lepkéket találtam. Vidáman dalolok. Húzd alá a helyes választ. Első kérdés. Mi a fiú neve? Domokos, Dini, Dani, Dénes, Dániel. A válasz Dini. Következő kérdés. Miket kapott kedden? Diót, dalokat, diókat, fiókot. A válasz diókat. Következő kérdés. Miket talált a diókon? Lepkéket, lovakat, cédulát, fedelet. A válasz lepkéket. És utolsó kérdés, mit tett vidáman? Énekelt, táncolt, dalolt, delelt. A válaszunk dalolt. Most nézzük meg együtt, gyerekek, hogy hogyan is írjuk a kicsi d betűt. Figyeld meg a betű írását. Most azt nézzük meg, hogy hogyan írjuk a nagy D betűt. Figyeld meg a betű írását. Mit gondoltok, gyerekek? Mennyi szarvasmarhája volt a mesebeli legénynek? Nézzük csak! Számoljátok meg! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ne is egyesével számoljátok tovább, számoljátok tízessével, mert a gazda éppen tízessével kötötte be őket. 10, 20, 30. S vajon hány juha volt? Azt is mutatom, számoljátok csak azokat is tízesével. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Miből volt több neki? Igen bizony. Több juha volt, mert a 60 több, mint a 30. Ugyanakkor a 30 kevesebb, mint a 60. Jelöljük. Tehát elmondhatjuk matematikai nyelven, hogy a 30 kisebb, mint a 60. Most hasonlítsuk össze a két számot, 30 és 60. Miben hasonlít egymásra ez a két szám? Igen, jól gondoltátok, mindkettő kétjegyű szám, mindkettő páros szám, és mindkettő kerek tízes. Hát azt meg tudnátok-e mondani nekem, hogy melyik szám a 30 kisebbik szomszédja? Nézzétek csak! Ha elveszek egyet a szarvasmarhák közül, meg kell bontanom az egyik teljes tízes oszlopot. Abban már nem marad 9, nem marad csak 9, mert 10-ből egyet az 9. Így már nincsen 30 tehén,
csak egyel kevesebb, azaz 29. Melyik szám a 30 nagyobbik szomszédja? Vagyis melyik a 30-nál egyel nagyobb szám? Igen, így van. A 31. Jól van, ügyesek vagytok. Most ennek a mintájára mondjátok meg, hogy melyek a 60 szomszédai. A 60 kisebbik szomszédja az 59, a nagyobbik szomszédja pedig a 61. Még megfigyelhettek egy érdekes dolgot. Azt mondtuk az előbb, hogy a 30 páros szám. Hát a 29. Az páratlan. Hát a 31. Az is páratlan. Most nézzük meg a 60-at. Arról is azt állítottuk, hogy a 60 páros. Figyeljétek meg a szomszédait. A 60 szomszédai az 59 és a 61. Ebben az esetben is mindkettő páratlan. Ezek szerint milyen következtetést vonhatunk le a megfigyelés alapján? Igen, elmondhatjuk, hogy egy páros szám mindkét szomszédja páratlan. Vajon fordítva is igaz? Nézzük csak! Maradjunk a 29, 30, 31 számsornál. Folytassuk a 31 nagyobbik szomszédjával. Melyik szám a 31 nagyobbik szomszédja? A 32. A 31 páratlan, de a 32 már páros. Akkor a páratlan 31 mindkét szomszédja páros. Mi lesz ebben az esetben a következtetésünk? Igen, elmondhatjuk, hogy egy páratlan szám mindkét szomszédja páros. Miért van ez, gyerekek? Sejtitek? Jól van, jól gondoljátok. Mert a számok sorában a számok szabályosan váltakoznak. Páros, páratlan, páros, páratlan. Rendben, gyerekek, ügyesek vagytok. Befejezésként egy népi gyermekjátékkal búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy hasznosan töltöttük az időt, és életre szóló barátságot kötöttetek Betűország egyik lakójával. És most egy népi gyermekjátékot hallgassunk.